A Szabadkai Gerontológiai Központ március 27-e utcai objektumának az udvarában található ez a relatív nagy telekrész. Ide tervezték a migránslakások építését. Egyelőre azonban gazzal, cserékkel van benőve ez az udvarrész, és nyoma sincs az építkezések megkezdésének, még építőanyagot sem szállítottak ide. Mindennapi életüket élik a bennlakó idős emberek, sokan állandó felügyeletre és ápolásra szorulnak. Sem ők, sem az ott dolgozók nem örülnének, ha migráns családoknak építenének oda lakásokat. Annál is inkább, mert hátrányos helyzetű gondozottak is élnek ott, ott jártunkkor éppen nekik szerveztek játékos foglalkozást. Amikor a terv napvilágot látott, a VMS sétaerdei helyi szervezete aláírásokat gyűjtött a migráns lakások építése ellen, amit csak nem 4000-en írtak alá. A helyieknek most már az a gyanús, hogy semmi sem történik. Építőanyagokat nem hordtak, mozgás különösebben nem volt, de hallottam, hogy az idősek otthonában elég jó fölbozdult a kedélyek, mert nem is hallották, ővelük nem is lett tájékoztatva, hogy mit szerettek volna mellettük ott építeni. De mostanában olyan híreket hallottunk, hogy talán ez a beruházás el fog maradni, vagy másra fogják költeni. Hát nagyon örülnénk, ha ettől eltekintenének, és továbbra is maradna ez az utca ilyen csendes, nyugodt, mint amilyen eddig is volt. Primetili bi da bi se nešto desilo, da se nosi kamion ili šta ja znam, sve bi se to primetilo, ali eto kao što vidite sve mirna ulica. Az utcabeliek szeretnék, ha ez a nyugalom meg is maradna. Erre most megvan az esély. Ono što je ministar naglasio, to jeste su razgovori započeti i da se radi oko konceptualnoj promjeni namene objekata. Gerontološki centar u Subotici svakako ima u planu proširenje kapaciteta, znači nešto će se graditi, verovatno samo se još ne zna šta. Verovatno će biti u pitanju neki objekti, samo koncept će se verovatno menjati u pravcu namene tih objekata. Egyeztetések folynak a szerb kormány és az adományozó Norvég királyság között. A gerontológiai központnak szüksége van új épületekre. Sok olyan gondozottja van, akik időskoruk ellenére vitálisak, mozgékonyak. Nekik jönnének jól a tervezett 3-6 személyes házikók, ami úgymond a saját otthonuk lenne, állandó orvosi és szakfelügyelet mellett. Ilyen irányba terelődik majd el a beruházás, véli az igazgató. Ezt erősítette meg szombati látogatása során Zorán Györgyevics is. S obzirom da migranti ne žele kod nas da se zadržavaju duže od onog vremena koje je njima potrebno da izađu iz naše zemlje, mi želimo da ti objekti koji budu sagrađeni budu takvi da mogu kasnije se staviti u funkciju lokalne samouprave. A helyzet tehát látszólag egyszerű. A norvég adományból megépülnek majd a lakások, de mivel nincsenek olyan migráns családok, akik laknának is bennük, ezért bocsátják majd őket az idősek otthona rendelkezésére.